Sziasztok! Első szándékból nem volt gondolatom arra, hogy nekem egy ilyen feladat leírást csinálnom kell, de most a mai óra után úgy döntöttem, hogy az óra anyagát azt megcsinálom videóban is. Úgyhogy azok, akiknek nehezen megy a számítógépes alapismeretek, gyakorlati feladatok, könyvtár létrehozás, állománymásolás, képernyőmentés, stb. Azok, amik itt vannak, azok ez alapján, a videó alapján lassabban, de odafigyelve meg tudják csinálni a dolgokat. Na tehát, a Moodle-n találjátok ezt a feladatsort, ugye az volt, hogy töröld a dokumentumok könyvtáradból az előző órai munkát, és töltsd le az ECDL alapismeretek linket. Tehát jobb egérgombbal kattintasz a linkre, link mentése másként, és én a dokumentumok mappával létrehoztam egy gyakorlás nevezetű mappát, valahol csak-csak meg lesz, itt van gyakorlás, azért, hogy mert nagy káosz van a dokumentumok mappámban. Na tehát, ide lementem. Amikor lementettem, akkor ha már megvan nyitva a mappa, a gyakorlás mappa, innen is megnyithatod, de egyébként gondold végig, itt van. Fogod magad, rákattintasz, megjelenítés mappában, és már is ott vagy abban a mappában, amelyikben az állományt mentetted. Mindig le tudod ellenőrizni, hogy hol van. Arra is figyelj oda otthoni számítógépnél, hogy a nézetmenüben a fájlkiterjesztések mutatása az legyen bepipálva. No tehát, nézzük, ide is kattinthatnánk, hogy kibontás és összes kibontása. Nem tudom, hogy beugrik-e ilyenkor az ablak. Így van, beugrik, és azt kértem, hogyha egy mód van rá, ezt a könyvtárat, amit ő maga hozna létre, azt töröljétek le innen az URL-ből, vagy ebből az útvonalból, és akkor már is a gyakorlás mappába létrejön, kicsomagolódik a kibontás gombra kattintás után az ECDL teszt mappa. Most kétszer is nyitva van, tehát ezt most bezárom az egyiket, és visszamegyek a kezdő lapra, és itt látom a kicsomagolt mappát. Ha zavar még a dolog, vagy félsz, hogy véletlenül belépsz a zip állományba, és itt kezdesz el dolgozni, akkor fogod, és ezt a zip állományt már le is törölheted. Jó. Na nézzük, hogyan szól a feladat előzetes. Kicsomagoltuk, és innentől fogva a dokumentumok mappában dolgozunk. Hozz létre egy alapismeretek mappát a dokumentumok könyvtárodba. Tehát visszamész az intézőbe, jobb egérgomb, új mappa, alapismeretek. Ezzel készen vagy a feladattal, nem csinálsz többet, mint amennyit a feladat kér. Hozz létre az alapismeretek mappába egy parancsikont, amely a táblázatkezelő programot indítja el. Én csak a legegyszerűbb módszert mutatom meg. Először is belépek az alapismeretek mappába. Majd fogom, rákattintok a Start menüre, és a minden program, vagy pedig itt a közvetlenül rögtön a listában, attól függ, hogy éppen melyik Windows 10 verzió van fönt nálad, vagy Windows 7, úgyis jó, akkor elkezdett keresni az Excel nevezetű programot, hiszen táblázatkezelőt kért, és bal egérgombbal itt megfogod. Windows 7 alatt jobb egérgombbal fogd meg, és akkor mondd azt, hogy parancsikon létrehozása itt. Ugye borzasztó nehéz lenne megtalálni abban a könyvtár struktúrában magát az Excel exe nevezetű állományt, egyáltalán sem biztos, hogy ez a neve, tehát ez a legegyszerűbb módszer, hogyha innen valamilyen utomódon kivarázslod. Nézzük tovább a feladatot. Mi a neve és verzió száma az operenciás tengernek, az operációs rendszernek, amelyen most épp a tesztet írod? Írja a válaszfáj 2 fájba. Először ahhoz, hogy bele tud írni, le kell menteni. Tehát jobb egérgomb, link mentése másként, nem rákattintasz rögtön, és azt mondja, hogy az alapismeretek mappába mentsd el, tehát akkor belépünk az alapismeretek mappába, itt a válaszfáj 2 dok, és mentés. És megint csak ahhoz, hogy dolgozni tudj vele, egyszerűen a letöltött állományra rákattintasz, és már is a szerkesztés engedélyezése után szerkesztheted az állományt. Kérlek szépen, minden órai munkádon írd be a neved a vizsgázó neve címszó alatt, és akkor már is mi a neve a
Az operációs rendszernek ugye ez a hármas feladat, tehát a feladatok között a hármas feladat, ha minden jól megy, akkor ez mindig jó helyen van, nézzük, hogyan tudjuk ezt megoldani. Tehát rákattintunk a start menüben, ott a beállítás, a gépházat keresed, a gépházban a rendszert, és a rendszernél pedig a névjegyet. És azt látod, hogy a névjegynél sokféle dolog le lehet írva, tehát kérdezheti a processzort, akkor kérdezheti a RAM méretét, ugye ott van, hogy mekkora a memória mérete, vagy most ebben az esetben itt a Windows specifikációknál a Windows 10 Pro, az enyém, ugye ezt írom be a Word dokumentumba, Windows 10 Pro, és amit még beírok, az a 1709, és amit még beírok most csak azért 16.299.371, tehát 16.299.371, ez a build szám is, csak azért, hogy örüljenek. Ctrl-S-et nyomtam, tehát a file mentés helyett, mert ugye a változásokat menteni kell, Ctrl-S billentyű parancsot használom. Jó, na most akkor menjünk tovább. Készítsen egy képernyő képet a képernyő pillanati állapotáról, hát elméletileg ugye a papíron van a feladat, tehát a képernyő pillanatnyi állapota az tulajdonképpen ennek kéne, hogy legyen, de teljesen mindegy, hogy melyik a képernyő pillanatnyi állapota, készíthettük volna magáról a gépházról is. Tehát fogod, és azt mondod, hogy megnyomod a print screen gombot. Na ezek után most nincs más dolgod, mint visszamenni a válaszfájba, hiszen azt mondja, hogy illeszd be a képet a válaszfáj 2 második oldalára, és mentsd a dokumentumot. Tehát megkeressük a második oldalt, és ha rám hallgatsz, akkor otthon is bekapcsolod a nem nyomtatandó karaktereket. Most én azért furcsa, mert két darab képernyőn is nyomulok. A nem nyomtatandó karaktereket kapcsolt be, itt van a Word-ben, jó? Oké, Ctrl-S, vagy file mentés, és haladjunk tovább a feladattal. 5. Nyissa meg a számítógép az oktatásban dokumentumot az LCDL teszt nevű mappában találjuk. Írja a saját nevét az első oldalának első sorában. Mindig csak annyit csinálj, amennyit a feladat kér. Tehát keressük meg az intézőben, az LCDL teszt mappában, ez a számítógépes oktatás. Én úgy szoktam csinálni, hogy kijelölök egyet, és nyomok egy S betűt. És S betűt nyomtam, és akkor ott van, hogy számítógép az oktatásban RTF állomány. És egy dupla kattintással elindítom a Word-öt, és a Word pedig betölti nekünk ezt az RTF állományt, ezt a rich text formátumot. Ezek után azt mondta, hogy az első sorba írjam be a nevem, tehát ütök egy Entert. Most, hogyha nem ide írtad a neved, hanem az alapfokú oktatásra egyben, mivel nem egyértelmű a feladat, ezért úgy is jó nekem, teljesen. És nem csinálok semmit, mert csak ennyi volt a feladatom, hogy írjam az első sorába. Hozzon létre az LCDL teszt nevű mappában egy vizsgamappát, most kivételesen elolvasom a 6-os, 7-es feladatot egyszerre, és mentse a fájlt az imént létrehozott vizsgamappába számoktdoc néven. Tehát azt jelenti ez, hogy akár itt is megcsinálhatom a vizsganevezetű mappát, file menü, mentés másként, ugye az LCDL teszt mappában kell a vizsga, és itt van, hogy új mappa, csinálok egy vizsga nevezetű mappát, ebbe a mappába belépek, vagy dupla kattintással, vagy Enterrel, és az lesz a fáj neve, hogy számokt, és a kiterjesztése az nem RTF, hanem azt kérte, hogy legyen doc. Itt jó a docx is, de itt van a 97-2003-as dokumentumnál például a doc kiterjesztés. És mentés. Még mindig nem zárom be a dokumentumot, hiszen a feladat úgy szól a későbbiekben, hogy nyomtasson egy példányt a számok dokumentumból, majd zárja be az alkalmazást. Tehát, file menü, nyomtatás, és
figyelj oda, hogy vagy a Microsoft XPS Document Writer-re nyomtass, vagy pedig a vizsgán vagy a suliban a Microsoft Print to PDF-re. És akkor nyomtatás, és betallózott a dokumentumok mappát, azon belül az ECDL teszt mappát, azon belül a vizsga mappát, mert ugye itt van az eredeti dokumentum is, és nem tudom, például legyen nyomtatás a PDF állományban, az XPS állománynak a neve. Mentés. És most már bezárhatjuk ezt a Word állományt. Nézzük meg, mi a következő feladat. Azt mondja, hogy nyissa meg az ECDL mappát egy olyan nézetben, ahogy látszoljon a mappa neve mérete helye, rendezze a fájlokat fáj szerinti növekvő sorrendbe, vagy méret szerint, fáj méret szerinti, készítsen erről egy képernyőképet, majd illessze be a harmadik oldalra a válaszfáj 2-be, és mentse el a fájt. Jó, oké. Azt mondja tehát, hogy itt az ECDL teszt mappa. Igazából, ha jól gondolom és jól értelmezem, akkor látszik a dokumentumok helye. Itt van. Látszik a neve, mérete, módosítás dátuma, tehát minden az ég egyet a világon, úgyhogy szerintem ez így rendben van. Tehát most rendezek egyet csökkenő sorrendbe, tehát a legnagyobban elől, a legkisebb hátul. Egyszerűen rákattintottam ugye a méret. Erre típus szerint rendezve, módosítás szerint rendezve, méret szerint rendezve. Itt egy lista, még szűrhetném is méret szerint ezeket az állományokat. Na tehát, ugyanígy, mint módosítás dátuma szerint, stb. Stb. Na tehát, azt mondja, hogy itt van a méret, nyomjunk egy print screen-t, menjünk át a válaszfájba, és a második, harmadik oldalra, Ctrl-V, bent van a dokumentum, Ctrl-S. Ezek után folytassuk a feladat végrehajtását. Nyissa meg a tudományos mappát az ECDL teszt mappába. Tehát kéne, hogy legyen itt. Ugye milyen nehéz megtalálni, hiszen össze-vissza van, hiszen méret szerint rögzítettük, tehát újra név szerint rögzítem, és már is előre kerül a map, előre kerülnek a mappák, és akkor itt a tudományos mappa. Megnyitottuk, teljesen üres. Hozzon létre egy új mappát számítások néven. Tehát jobb egérgomb, új mappa, vagy ide is kattinthatsz, számítások néven. És másolja be a számítások mappába az ECDL teszt mappában található computing nevezetű fájl, tehát kimegyek az ECDL, ide nyomok egy C betűt, és már is megvan a computing, computing RTF, másolja, tehát Ctrl-C, vagy jobb egérgomb másolás, de tanuld meg a Ctrl-C-t, és akkor keresd meg újra a tudományos mappát, lép be a számítások mappába, és nyomj egy Ctrl-V-t, vagy egy jobb egérgomb beillesztést. Következő 13-as feladat, keresse meg az ECDL mappában található összes rich text formátumú dokumentumot. Most ezt nem mondja, hogy az almappákban is, nézzük meg ezt egy kicsit jobban. Először is, ugye itt van a keresés, mint olyan, tehát itt tulajdonképpen kapásból kereshetnénk. Látjátok, ahogy belekattintottam a keresés ablakba, rögtön megjelenik a keresés ablak, és akkor itt van, hogy aktuális mappában, vagy zalmappákban is, ezt nem mondta, hogy milyen a pont. Itt még egy csomó speciális beállítást, hogy mi alapján keresed, vagy szűröd a dolgokat. Igazából a fájlok tartalmában tudsz keresni, a rendszerfájlokat is tudod keresni, de itt most ebben az esetben ez nem kell. Ide kell írnunk azt, hogy csillag, mert mindegy, hogy mi a neve az állománynak, pont, mert a kiterjesztésére szűrünk RTF. Tehát azt kérte, hogy az összes RTF állományra szűrjön rá. És már is ez a dolog itt működik. Nem tudok ránagyítani, mert nem kapcsoltam be a nagyító eszközt, de innentől fogva megvan az összes RTF állományunk, szám szerint 48 darab. Na most elemet ír, mert ezek nem biztos, hogy mind állományok. Tehát, hogyha könyvtárak is vannak a találatok között, akkor légy szíves, azokat ne számold be, számold le róla. Ha nagyon sok, akkor meg tudod úgy számolni, hogy nyomsz egy Ctrl-A-t,
És abban a pillanatban itt van, hogy 48 kijelölt elem, és esetleg egy kontroll billentyű nyomva tartása mellett kiszedett belőle azokat a könyvtárakat, amelyek nem kellenek, és akkor már is látod, hogy már csak 45. Minden esetre nekünk most 48 kell, tehát a válaszfájba beírjuk azt, hogy 48, és ne sajnáld a betűket, darab RTF állomány. Ctrl S. Ezt be is zárhatjuk a keresést, és akkor nézzük meg, hogyan folytatódik tovább. Helyezze át a Circus Maximus RTF dokumentumot a Római Birodalom mappába, tehát keressük meg a Circus Maximust, ott a Circus Maximus, nyomtam egy C betűt, most vagy balegér gombbal egyszerűen itt a római mappa átviszed és beleteszed, hiszen ez az áthelyezés ide látszik is ott szépen, vagy a másik, hogy megtanulod azt, hogy Ctrl X, ott szürkévé válik, Római Birodalom, Ctrl V. Ez a stabilabb megoldás, az is működhet bizonyos körülmények között, ha biztos vagy saját magadban. Azt mondja, hogy ezt megtettük, nevezze át a kiadások RTF fájlt költségek nevűre, akkor most menjünk ki innen, keressük meg a kiadásokat, egyet kijelölök, nyomok egy K betűt, és már is itt a kiadások, még egyszer rákattintok, már is át tudom nevezni, vagy jobb gomb átnevezés, és kiadásokat költségekre, és ezzel is készen vagyok. Majd 16-os feladat, csomagolja ki az iroda ZIP nevezetű tömörített állományt az ECDL teszt mappába. Tehát itt most megint az a kérdés, megkeresem az irodát, itt van, hogy hibás az, hogyha az iroda könyvtár jön létre, ugyanis ha jobb egérgombbal rákattintasz és összes kibontását választod, akkor ő ugye felajánlja az iroda állományt. Ha nem akarsz konfliktust, letörlöd az irodát, de el szoktuk fogadni LCDL vizsgán ezt is, vagy legalábbis én. Kibontás, mert hát kicsomagolva ki lett szerintem a lényeg, hogy tud, hogy hogy kell kicsomagolni. Minden esetre ez az Office könyvtár az, ami itt létrejött újonnan ebben az iroda könyvtárban, de le is tudod ellenőrizni, ha megnyitod az iroda zippet, hogy mi is volt benne. Na ezzel igazából az ECDL feladat sornak vége van. A feladat leadásához tömörítsd össze itt a Moodle-ban az ECDL teszt és alapismeretek mappákat, tehát kilépek a gyakorlás mappába, te a dokumentumokba lépsz ki, fogod, kijelölöd a két mappát. Hogyan? Én úgy szoktam, hogy az elsőre rákattintok, shiftet nyomok, kijelölöm a másodikat, vagy hogyha nagyon sok dolog van, akkor kijelölöm az elsőt, kontroll nyomvatartás, kijelölöm a másodikat, és figyelj oda, hogy a kijelölt területen kattintok jobb egérgombbal, küldés, tömörített mappa. És már is készen van a ZIP állomány. Nekem nem kell átnevezni, hiszen úgyis, amikor leadod, ugye a leadott munka hozzáadása, vagy valami ilyesmi gombod van neked, rákattintasz, és oda egyszerűen a gyakorlás mappából behúzod, vagy betallózod a munkát, és a módosítások mentésével leadod. Jó? Na tehát, ezzel készen vagyunk a feladattal. Köszönöm szépen a figyelmet, jó munkát! Jó gyakorlást. Szevasztok!